Jelzés érkezett a központi segélyhívó számon, miszerint Rákóczi falván egy Zrínyi Miklós úti családi ház fürdőszobájában egy fiatalkorú rosszul lett, ahol egy gázüzemű vízmelegítő működött. Jelzés szerint egy fiatalkorú lány lett rosszul a fürdőszobában. Az esethez a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, előttük pedig egy szabadnapos tűzoltó is felderítette a helyszínt. A tűzoltók légzésvédelem mellett behatoltak az ingatlanba, műszeres mérésükkel pedig a fürdőszobai vízmelegítő környezetében ki is mutatták a mérgező gáz koncentrációját, ezért értesítették a gázszolgáltatót is. A család másik két tagját is kórházba szállították a mentők szénmonoxid mérgezés gyanújával. A sérülés elkerülhető lett volna, ha a házban van szénmonoxid érzékelő, amely időben figyelmezteti a bentartózkodókat a veszélyre, és megelőzi a mérgezés kialakulását. Egy jó minőségű készülék hosszú éveken át garantálja otthonunk biztonságát. A katasztrófa védelem listákat vezet a szénmonoxid érzékelőkről, így mindenki ki tudja választani a megbízható készülékeket.